És most pedig egy kicsit dühösködjünk. Igen, mert ugye haragról lesz, és köszöntjük Lázár Gergely pszichológust, és így gondolkodtam, hogy a harag az egy rossz dolog, vagy egy jó dolog. Mert nyilván, hogyha harag, akkor elsőre mindenki azt gondolja, hogy hú, hogyha a haragos ember az rossz fej, az nem jó fej, azzal nem kell beszélgetni. De közben meg, hogyha valami bántja az embert, akkor lehet, hogy sokkal jobb, hogyha inkább kiadja a dühét, mint hogy magába folytja, és az meg akár komolyabb problémákhoz is vezethet. Na mi a harag? Hát jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Igyekeztem alkalmaz illően öltözni. Mi a haragnak ez a színe? Hát a vörös, tehát inkább ez bordó, az én mondjuk egy kicsit más. Hát a harag gyakorlatilag az egyik autentikusan kódolt érzelem, tehát egy genetikusan belénk kódolt érzelem, és mondhatjuk azt, hogy ezért nagyon-nagyon nagy szerepe van az életünkben, és ha tudjuk kezelni, és megfelelő módon kifejezni, megélni, akkor rengeteget tudunk magunkért tenni. Tehát, hogy ugye azt mondjuk, hogy szomorúság, vagy félelem, vagy öröm, ami szintén ilyen alapérzelem, a harag is ilyen, és ugye a túlélésünkért való küzdelemben például, vagy az erőforrásai megtartásaért való harcban, hát óriási szerepe van. Tehát lehet is látni, ugye azt mondjuk egy emberre mondjuk, hogy határozott, az például mit jelent? Hát, hogy határai vannak annak az embernek, és hogyan tudunk határokat tartani, mi adja ez az energiát? Hát harag. Gyakorlatilag, hogyha úgy vesszük. Tehát, hogy azok az emberek például, akik nem tudnak haragudni, nem tudnak határokat se tartani például a saját életükben, és ezért adott esetben különböző konfliktus helyzetekben, az érdekérvényesítésben, vagy más területeken nem tudják a saját elképzeléseiket keresztül vinni, ezért sérülnek az érdekeik, és akkor nehéz helyzetbe kerülnek. Akkor van inkább baj, szerintem, hogyha ezt a megjelenő érzést ugyanúgy, ahogy más megjelenő érzést is nem tudjuk megfelelően mondjuk szavakba önteni, nem tudjuk, nem megéljük, hanem mondjuk kiéljük. Ugye sokszor elhangzik ez is, hogy a harag rossz tanácsadó, ez szerintem így nem igaz. Én úgy mondanám, hogy a harag rossz tanácsadó, de nagyon jó erőforrás. Na jó, most itt beszélünk erről, de mégis valamiért a harag az inkább egy ilyen negatív érzelem, nem? Lukatom rád a szemem, hogy próbálok haragudni, de nem tudok rád haragudni. Hát. Nem, de hogy picit helyezzük ezt az egészet át a gyakorlatba, hogyha mondjuk ott van egy olyan rokon, aki mindig, hogy jó, ezt tudod, ennek semmi nem jó, ez folyamatosan pöröl. Az, amit lehet kezdeni, vagy hogy lehet egy ilyen emberhez hozzáállni, úgyhogy mondjuk ne folyamatos tányércsapkodás és ajtóbevágás legyen a beszélgetések vége. Amikor ezt mondjuk, hogy hirtelen haragú, nekem két dolog szokott eszembe, az egyik, hogy nyilván temperamentumban van különbség emberek között. Tehát vannak nyilván olyan emberek, akik például gyorsabban és kialakulnak érzelmek, és intenzívebbek is ezek az érzelmek. Ez egy temperamentumbeli kérdés, ki ilyen, ki olyan. Tehát ezt nagyon nem is lehet befolyásolni, és szerintem nem baj, hogyha ebben van egyfajta sokféleség. A gond inkább akkor van, hogyha ez egy párosul mondjuk egy önkontroll hiányjal. Tehát, hogy megjelenik az érzés, és már jön a reakció, és nem gondolkodok az, hogy mi a reakció, vagy mondjuk párosul egy feljogosítottság élménnyel, hogy mi az, hogy nekem nem úgy történnek a dolgok, hogy én elvártam volna. A nagyon fontos a kérdésedre válaszol, hogy például sokszor azt gondoljuk, hogy a harag az egy elsődleges érzelem. Elsődleges érzelem alatt azt értjük, hogy mondjuk én otthon vagyok, várom a feleségem, nem jön, aggódni kezdek, és mikor megérkezik, elkezdek vele üvölteni. Én mondjuk tegyük fel, hogy mondjuk én egy hirtelen haragú ember vagyok. Egyébként a való életben ez azért nem teljesen így van, de értem már egy hasonló helyzetet. És akkor valójában hogy is éreztem magam eredetileg? Hát nem dühös voltam, hanem aggódtam. Tehát volt egy félelem, nem egy szorongás. Sok esetben például azok az emberek, akik állandó kitöréseik vannak, csapkodnak, ráugranak a környezetükre, alapvetően szoronganak, félelmek vannak bennük, és sok esetben az ő kezelésükből is nagyon meghatároz, hogy erre reagáljunk. Hogy lehetne őket mondjuk megnyugtatni. És persze, amit az előbb mondtam, hogy például a határokat is, hogy lehetne tartani, hiszen mondjuk akinek problémája van az önkontrollal, hogyha nem kap határokat, akkor nem fogja tudni, hogy hol álljon meg. Tehát olyan lesz tényleg, mint egy gyerek, aki így rombol. De Gergő, mit tudunk csinálni mondjuk azzal, aki már dühös, tehát bezárom egy kamrába, és akkor ott 20 perc múlva kijöhetsz, hogyha már hallom, hogy csendben vagy. Aha, de hogy mit lehet konkrétan. Igen, tehát hogy mit lehet konkrétan tenni. Tehát ez nyilván nem működik, hogy nyugodj meg, legyél, mert attól meg még ideges, legalábbis én biztos idegesebb lennék. Igen. De hogy akkor mit lehet kezdeni? Empátia. Tehát én azt gondolom, hogy a megnyugtatásnak annak az egyik alapvető eszköze mindig az empátia. Tehát inkább az, hogy visszatükrözöd, látom, hogy nagyon dühös vagy, mire lett volna szükséged, mit szerettél volna. Aha.
Tehát picit, mint a gyerekkel beszélgetnék, és ez nem ilyen degradálóan mondom, hogy akkor most alacsonyítsuk le a másikat, de hogy próbáljunk ráérezni, mi lehetett, ha szükséglete annak az embernek, és miután visszajeleztük az érzését, egy picit belemenni ebbe, hogy látom, hogy ezt nagyon akartad volna, hogy ez így történjen, és biztos nagyon csalódott vagy, és most félsz attól, hogy ez lesz. Tehát, hogy igazából, ahogy valakit meg szeretnénk nyugtatni, akkor ez egy jobb út, és valóban jobb annál, mint amit felvetettél, hogy akkor kezdjük el nyugtatni. Egyszer pont édesapám mondta azt, hogy dühös embernek soha egy valamit nem mondj soha, hogy nyugodjon meg. Igen. Nekem nem mondját, hogy nyugodjak meg, mert teljesen. Egyébként ez... Egy stabil ember kell minden arra. Jó, oké. Kérnék egy stabil embert a következő úr mellé, akkor nem? De hogy nem, hogy két ilyen hirtelen haragú, hogyha találkozik, akkor ott vége van a világnak. Egyébként te mit látsz mondjuk a saját pácienseid körében, hogy ez egy létező komoly probléma, tehát fordulnak hozzád, akár elszenvedői a hirtelen haragúnak, akár olyan emberek, akik érzik magukon, hogy szétrobbannak a feszültségtől vagy a haragtól? Az előbbi gyakoribb, és meg az is gyakoribb, amikor valaki azzal jönne, hogy például nem tud haragudni, mondjuk ezt ő nem így mondja, hanem mondjuk azt mondja, hogy hát nem értem, hogy a nők miért nem becsülnek mondjuk meg engem. Most mondtam egy tünetet, hogy mondjuk mi lehet. És nyilvánvaló, hogy a haragnak például abban is nagyon nagy szerepe van, hogy az embernek például ad egy jelenlétet, egy intenzitást. Ha megnéztek mondjuk YouTube-ban ilyen motivációs beszédeket, ilyen híres filmekből, hát hogy érzik magukat azok az életünk, mit tudom én, Will Smith, Al Pacino, most mondtam két nevet, vagy a Rocky, hát dühösek, ahogy mondják a maguk, és hogy miért, hát ez egy intenzitást, egy jelenlétet ad. Sokszor ugye valahol az illetőnek ad egy kontúrt ugye az életében, és például sok paciens vagy klienssel, akivel találkozom, ott lehet például ezt látni, hogy ez valahol hiányzik, tehát nincsenek határok, és persze olyan is van, hogy valaki az áldozata a haragnak. Ritkább az, hogy valaki azzal jön el, hogy én mondjuk szégyellem magam azért, mert a környezetemen kitöltöm a haragom. Sokszor inkább van ez, hogy mondjuk az illető felmenti magát, és akkor ebből lesz a bántalmazó. Hát, nem egy vidám téma, de szerintem találunk még megoldásokat. Nem rossz ez azért, azért nem mondanám, hogy ez, hogy nem vidám téma. Szerintem ebben nagyon sok érdekesség van ebben a haragban, és várunk vissza majd. Reméljük, hogy nem lesz olyan dühös és olyan szín a fejed, mint amilyen az inged. 06 30 515 93 99-es számon várják a hívásaikat.